Az előbb doktor úr is említette, hogy nagyon fontos a kiegyensúlyozott táplálkozás a gyerekeknél is, úgyhogy most erről fogunk beszélgetni. Itt van már velem a stúdióban Bence Mária dietetikus. Köszöntöm sok szeretettel. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Azt szokták mondani, hogy nagyon-nagyon fontos a reggeli, hogy hogyan indítjuk el a napot. Ez akkor gondolom a gyerekekre is igaz. Így igaz. Nagyon sok tanulmány is mutatja azt, hogy a reggeli nem csak a fizikai, hanem a szellemi teljesítőképességben is szerepet játszik. Tehát egész más eredményeket várhatunk el a gyermektől, hogyha üres pocakkal éhesen engedjük el az iskolába, vagy ha már otthon megreggelizett, és úgy kerül mondjuk egy első vagy második órán megirandó dolgozat elé. Hát mondjuk abban a reggeli rohanásban, amely némely családoknál előfordulott, mondjuk nagyon nehéz a reggelire mondjuk időt szánni. Mégis mit érdemes a gyerekeknek adni reggelire? Gondolom itt a fehér kenyér, meg ezek a gyorsan lebomló ételek, vagy gyorsan felszívódó ételek, ezek nem igazán ideálisak. Vagy mindegy, csak reggeli legyen. Hát nyilván nem mindegy teljesen, hogy mi a reggeli, de az, hogy mit adunk reggelire, már alapvetően meghatározza, hogy általában egész évben milyen étkezési szokásokat tartunk, és hogy a gyermek ismeri az egészséges táplálkozásnak az alapelemeit, ismeri azokat az alapanyagokat, hozzászokott-e. Tehát ahhoz, hogy tudjuk, hogy mit adjunk, nagyon fontos, hogy ismerjük a gyermekünket, tehát mi az, amit szívesen elfogad, mi az, ami a számára kicsit esetleg nehezebben tolerálható, és nyilván fontos az, hogy tudjuk alapjaiban, hogy az egészséges táplálkozásnak, a kiegyensúlyozott egészséges táplálkozásnak mik az alapelvei. Lehet mondjuk gyümölccsel kezdeni a napot? Ez nem okoz mondjuk gyomorfájást vagy panaszokat? Csak gyümölcsöt reggelizni az nem kielégítő. Tudjuk, hogy három fő tápanyag van a mikroelemeken kívül, a fehérje, zsír és a szénhidrát. Ebből a fehérjének abból a szempontból van kiemelt jelentősége, hogy ha most gyerekekről beszélünk, tehát tudjuk, hogy fejlődésben lévő szervezet, tehát a szervezet újraépít, illetve építéséhez a fehérjére nagyon nagy szükségünk van. A fehérje az a tápanyag, ami nem raktározódik, tehát azt jelenti, hogy ezt a három fő étkezésben mindenképpen szerepeltetni kell, és a gyerekeknél ez különösen fontos. Tehát, hogyha most a reggelihez visszatérünk, ez a reggelinél is pont ugyanolyan szempont, hogy valamilyen fehérje tartalmú, teljes értékű fehérje tartalmú alapanyag legyen a reggelibe, ami a legegyszerűbb módon valami állati fehérjét kell, hogy takarjon, tehát tojás, tejtermékek, húsfélék, ha szerepelnek, akkor már elmondhatjuk, hogy teljes értékű fehérje van benne. Beszéltünk erről a rohanásról, meg én is még, ha visszaemlékszem az általános iskolára, akkor talán a legegyszerűbb reggeli azok a gabonapelyhek voltak, a csoki golyók tejjel leöntve. Ezek jó reggelinek számítanak? Sajnos nagyon sok termék kapható az üzletekben, amiről azt gondoljuk, hogy egészséges, mert van egy olyan kialakult kép róla, de ha levesszük a dobozt, a zacskót, stb. És elolvassuk az összetevőket, akkor bizony rádöbbenünk, hogy nagyon-nagyon sok cukor, fehérliszt, rizsliszt, tehát olyan alapanyagok vannak, ami nem teljesen az egészséges életmódot szolgálja. Tehát ezeket mindig kritikával kell nézni, hogyha ilyen reggeli szeretnénk. De ami nagyon egyszerűen megoldható, és egész biztosan, hogy jó reggelit adunk a gyerkőcöknek is, az otthon elkészített kását, amihez például az appelyhet is használhatjuk, de rakhatunk bele tönkölybúzát, árpapelyhet, és ezekből akár vegyesen is készíthetünk egy kását, tejjel, vagy attól függ, hogy a gyerkőc mivel szereti, édesen, vagy sósan is, és ezek nagyon jól variálhatók, és bizony... És gyorsan elkészíthető talán. Gyorsan elkészíthető, tehát percek alatt ezek a gabonapelyhek megpuhulnak, az ízesítéssel alakíthatjuk a gyermek szája íze szerint, és bizony ezek olyan energiát és olyan tápanyagokat adnak, amivel bizton tudhatjuk, hogy a gyermek ki fogja bírni még a 10 óraig. Emlékszem, nekem volt egy kis uzsonnás zsákom, amiben anyukám mindig készített nekem egy kis szendvicset, vagy egy kis gyümölcsöt is, és azt vittem magammal az iskolába, és ott az órák között a szünetben ezeket eszegettem. Mit érdemes a gyerekeknek csomagolni az iskolába? Én azt gondolom, hogy érdemes itt egy kicsit a korosztályokat külön választani.
A kicsikre nagy mértékben jellemző az, hogy a szülők befizetik. Itt kapnak 10 órait ebédet, uzsonnát. A közétkeztetési törvény biztosítja azt, hogy ebben az étrendben a gyerekek mindent megkapjanak, amik a számukra szükséges, tehát a zöldségek, gyümölcsök frissen főve, a teljes értékű gabonák, fehérjék, tehát minden fog szerepelni. Hogyha tudjuk, hogy a gyermekünk ezt elfogadja, ugye nyilván az étlap az nyilvános, és vagy akár választható is, akkor tulajdonképpen nincs is szükségünk, hogy csomagoljunk, főleg, hogyha a gyermek folyadékot is tud, mert ugye most étkezésekről beszéltünk, de nagyon-nagyon fontos, hogy sokszor azt tapasztalni, hogy nincs lehetősége a gyereknek inni, vagy egy lehetősége van, hogy beszalad a WC-be és a kezéből iszik, ami ugye nem egy kívánatos dolog. Tehát, hogy ez egy nagyon egyszerű vélt probléma, hogy inni, de bizony sok helyen nincs egy kancsó víz és pohár, akár az osztályban, vagy akár a folyosón, hogy a gyerek napközben is tudjon inni, tehát akkor mondjuk célszerű a gyermeknek innivalót adni. Hát, vagy egy kulacsot adni, hogy legalább megtöltse a mosdóba. Vagy igen, igen. A nagyobbaknál, ahol már ugye az órarend, akár egy gimnazista, vagy egy egyetemistánál, ahol az órarend nagyon szélsőséges tud lenni, ott bizony nagyon-nagyon sok mindent át kell gondolni, hogy mit csomagolunk, vagy mit adunk oda a gyermeknek. Egyrészt nagyon sokszor tapasztalom, hogy nincs is igazán étkezési szünet, tehát jövetmenet kell esetleg megenni, vagy lehet, hogy olyan időbeosztásban, hogy lehet, hogy már 11-kor ebédelni kell neki, mert mondjuk egy laborgyakorlaton nem tud kijönni, mondjuk 2-kor. Tehát, hogy ilyenkor érdemes átgondolni, hogy milyen az időbeosztása, mik a körülmények, tehát le tud-e ülni, tud-e ételt melegíteni, vagy csak hideget tudok csomagolni. Tehát ezeket mind át kell gondolni ahhoz, hogy tényleg mi lesz az a praktikus kis csomag, amit reggel el tud vinni a gyermek magával. Említette a közétkeztetést, nagyon sok gyerek egészen a kicsi kortól, de még a gimnazisták is bent ebédelnek az iskolában, majd utána különböző külön órákra mennek el, és este, amikor, hát nem is tudom, 5-6-7 órakor haza esnek, akkor érdemes-e nekik még egyszer meleget enni? Vagy ha otthon látják, hogy anya, apa éppen akkor eszi meg az aznapi meleg ételét, akkor érdemes-e nekik is odaülni? Érdemes-e kétszer meleget enni a gyerekeknek? Ez abszolút csak ízlés vagy szokás kérdése, tehát hideg és meleg ételekben is ugyanúgy meg tudjuk adni a szervezetünkbe azokat a tápanyagokat, amire szükségünk van. Tehát az, hogy most egy szendvics formájában, vagy akár egy főzelék formájában, az már inkább csak a megszokás, vagy a kialakult menetrendtől függ. Igazából az a fontos, hogy a főbb tápanyagok, ásványanyagok, vitaminok benne legyenek abba az étkezésbe, ami szükséges. És hát ugye a zöldségek és a gyümölcsök pedig első helyen álljanak, meg a reggeli. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és elmondta nekünk ezeket a fontos dolgokat. Én is köszönöm a lehetőséget.